Oroszország szerint Szíria alkotmányának rendelkeznie kell az országban élő kurdok státuszáról, hogy ne legyenek az ország területén illegális fegyveres alakulatok, amik fenyegetnék Törökországot. A kurdok ellen indított török offenzíva évek óta az egyik legnagyobb hadművelet a 8 éve tartó szíriai polgárháborúban. Kövekkel dobálják az amerikai harckocsikat észak-nyugat Szíriában a kurdok, miközben azt kiabálják, Amerika hazug. Így vonulnak ki az amerikai csapatok arról a kurd területről, amit Törökország a határa mentén biztonsági zónává akar alakítani. Egészen más jelenet várta a Szíriából kivonuló csapatokat Irakban, ahol a lakosság mosolyogva és integetve köszöntötte a több mint 100 járművel érkező konvojt. Eddig a kurd népvédelmi egységeknek segített az amerikai sereg, elsősorban az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet legyőzésében. Donald Trump amerikai elnök azután vonta ki a csapatait a térségből, hogy Erdoğan török elnök tájékoztatta a bevonulási tervéről. Egy tűzszüneti megállapodás keretében Törökország 120 órára szünetelteti az offenzíváját. Erdoğan azonban figyelmeztetett, hogy az 5 nap lejártával folytatja a szíriai előretörést. Ezt megelőzően a török államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozik Szocsiban, és mint mondta, ezután megteszik a szükséges lépéseket. Oroszország kész lenne támogatni az 1998-ban kötött török-szíriai határőrizeti megállapodás módosítását. Szükség van dialógusra a kurdok és Damaszkus között, mi ezt támogatjuk, mindkét fél kifejezte, hogy érdekelné egy orosz közvetítés az ügyben. Természetesen kell, hogy legyen dialógus Törökország és a szíriai arab köztársaság között is, ebben is örömmel támogatjuk a közvetlen kapcsolat kialakítását, mondta Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter. A térségből való amerikai kivonulás kapcsán Mark Esper védelmi miniszter arról tájékoztatott, hogy vannak olyan csapatok, akiket nem vonnak ki Észak-Kelet Szíriából. Our forces will remain in the towns that are located near the oil fields. Ezen csapatok célja, hogy a szíriai demokratikus erőkkel együtt megakadályozzák, hogy az Iszlám Állam vagy más terrorszervezetek hozzáférhessenek azokhoz az anyagi forrásokhoz, amik ezekből származhatnak, mondta a Pentagon vezetője. Hozzátette, hogy az amerikai haderő továbbra is fenntartja a felderítő hadműveleteit a régióban. A csapatok kivonása miatt sok kritika érte az amerikai elnököt a saját bázisának számító republikánus oldalról is.